Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Fokozatosan melegszik a levegő, de a szeszélyes jellegét is megtartja az időjárás, hiszen front frontot követ ezen a héten is. Az éjszaka egy úgynevezett okklúziós, azaz egy kettős front érte el a Kárpát-medencét, de már nagyon gyenge formában érkezett. Ráadásul a Kárpát-medence felett ma szépen fokozatosan fel is oszlik. A folytatásban azonban egy újabb ciklon is megközelít bennünket. Ennek ma este a melegfronti szakasza is eléri hazánkat. Ez pedig ismét egy kis változékonyságot hoz, de markáns fronthatásra nem kell számítani. Ráadásul a következő napokban élénk, illetve erős délnyugati szél szállítja hozzánk a meleg levegőt, így a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet, de lássuk, hogy mi vár ránk ma. Ma sem fogunk azért fázni, szinte mindenütt lesz 10 fok, még a leghűvösebb keleti tájakon is 9 és 12 fok közé melegszik a levegő, másút pedig néhol a 14-15 fokot is elérhetik a maximumok. Az éjszaka élénk volt már az északnyugati területeken az északnyugati szél, ma egy-egy erősebb lökés sem kizárt, elsősorban a Bakonyban várható ez. És azért lesznek felettünk felhők is, de számottevő csapadék sehol sem alakul ki, úgyhogy kihasználhatjuk a sok-sok napsütést. Főleg azért is, mert északnyugat felől, ahogy érkezik az esti órákban a meleg front, ennek hatására éjszaka már csapadékra kell számítani. Szerdán még a korai órákban is előfordul gyenge eső, kisebb záporok, de napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, így délután már napsütésnek örülhetünk, sőt, csütörtökön is ezzel töltődhetünk, csütörtökön egész nap. Csodás napos időnk lesz, sőt a maximumok ekkor az erős délnyugati szél hatására már 16 és 21 fok között alakulnak. Azért is érdemes kihasználni a következő napokat, mert pénteken már egy hideg front érkezik hozzánk, emiatt megvastagszik a felhőtakaró, kapunk csapadékot is eső, záporok formájában, és az északnyugati szél támad fel, ami pár fokkal hűvösebb levegőt szállít hozzánk, de így is marad az ilyenkor szokásos, a márciusi átlag, azaz maximum gyenge fagyok fordulhatnak elő, és többnyire 10 fok felett mérhetjük a csúcsértékeket. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!